Hadd kezdjem azzal, hogy nagyon kellemes élményeim közé tartozik, amikor DG-nél járhattam elméleti fizikára, és én erőműről, meg erőműnek a lehetséges biztonsági kockázatairól fogok beszélni. Hát a 80-as években is volt szó erőműről, akkor ugye Bős Nagymaros volt terítéken, azóta Bős megépült, Nagymaros meg nem, és nagyon remélem, hogy ez a kérdés ez örökre is került a napirendről. Ugyanakkor kaptam egy kérdést, egy ZH kérdést nála. A másodikban, vagy talán harmadik, első fél évben, meg akarjuk állítani a Dunát, és fölrakunk rá egy nagy lánctalpat, akkor milyen gyorsan kell ár ellen forgatni ahhoz, feltéve, hogy ott a súródás a víz és a lánctalp között tökéletes, hogy ezzel az átlagos vízhozamot nullára tudjuk csökkenteni. Aki meg akarja oldani az EH kérdést, nekem ez sikerült, és meg is kaptam akkor az ötöst, az a parabolikus sebességprofil környékén pedzegessen. Na, hát most egy másik erőműről van szó, Paksról. Paksi atomerőmű 1982 óta működik az egyes erőműnek az első blokkja, és aztán szépen sorba 87-ig telepítették, vagy hát kapcsolták rá a villamos hálózatra, és most pedig melléje a mostani telephelytől kb. 300 méterre északra kezdődően egy másik, nagyon hasonló elven működő, tehát nyomott vize, tehát vizes reaktort terveznek, ez lesz a Paks 2, és ezzel kapcsolatban lehet olvasni mindenféle dolgokat, hogy van-e itt kockázat, nincs kockázat, és hogy is állunk most ebben. Földtani kockázatról beszélünk, ez alapvetően, amiről én beszélni akarok, ez háromféle. A földtani elemzés az háromféle dologra terjed ki, ebből leginkább a földrengés veszélyeszerettségről fogok beszélni, nem véletlen, ennek sajnos most nagyon csúnya aktualitása van, ennek Pakshoz ugyan nincs köze, természetesen a figyelmet ráirányítja Paksra is, de hogy ebben most tényleg tegyünk rendet, ezért érdemes Törökországról is egy kicsit beszélni, és akkor onnan Paksról. A talajszerkezet vagy talajmechanika is jelent kockázatot, ezt is érdemes földeríteni, és hát hidrológia. Tehát, hogy fenyegeti ezt az erőművet a Duna partján extrém nagy árvíz, avagy fenyegeti ezt az erőművet az, hogy nem lesz elég víz a Dunában ahhoz, hogy hűtsük. Tehát ezeket a dolgokat szeretném én áttekinteni. Amikor kockázatot elemzek, akkor egy ilyen esetben három lehetséges kockázati típus van. A legsúlyosabb az, amikor valami miatt azt mondom, hogy gyerekek, ezt hagyjuk abba, ez nem fog menni, itt ez kizár minden ilyesmit. A következő az az, amikor én keresem ezt a legsúlyosabb esetet, nem találok ilyet, ugyanakkor annyira megismerem a telephely környezetét és annak a föld alatti szerkezetét, hogy azt mondom, hogy hoppá, én itt megtudtam érdekes dolgokat, amelyek ugyan kezelhetők műszakilag, mérnöki tudásunk megvan hozzá, a módszereink megvannak hozzá, azonban annyira megdrágítják a dolgot, hogyha így kell csinálni, hogy érdemes egy kis korrekciót ebbe az egészbe belevinni, és ezzel olcsóbbá és közvetetten valamivel biztonságosabbá tenni az üzemidő alatt a működtetést. A harmadikkal külön nem fog foglalkozni, ezek a szokásos dolgok, hogy gyerekek, máshogy tömrödik a talaj az egyik oldalon, meg a másik oldalon, ebből billenés lehet ebből, hogyha nem kezelem, akkor 30 centivel jobban süllyedne egy ekkora tömegű építménynél az egyik oldalon, mint a másik oldalon. Ez klasszikus geotechnikai, geomechanikai feladat, rutin, megoldják, ezzel én biztos, hogy nem fog foglalkozni. A földrengés veszélyeztetettséggel kezdjük, mondtam, hogy erről érdemes leginkább beszélni, és még mielőtt a földrengésekről magukról beszélek, hadd szögezzem le azt, hogy itt a fő problémánk ebben az esetben az, hogy elképesztően kis valószínűségekről beszélünk. Tehát annyira kis valószínűségekről beszélünk, hogy amikor azt mondják az az elvárás, hogy a 100 000 évenként előforduló legnagyobb rengés mindenféle fizikai paramétereit becsüljen meg. Miközben a földrengésekről úgy különben körülbelül az elmúlt 100 évről vannak műszeres információink, és körülbelül az elmúlt 1000 évről vannak egyáltalán bármiféle történelmi feljegyzésből származó információink, vagy mondjuk maximum 2000, hogyha a rómaiakat is beleszámolom. De azért közben voltak itt lukak, tehát az avarok nem írtak semmit, vagy ha írtak, hát eltűnt rég. Úgyhogy ez nem olyan egyszerű feladat, tehát nagyon kicsi valószínűségekről beszélek. Ugyanakkor, ha bekövetkezik valami probléma, akkor az ebből következő kár értéke akkora, hogy ez meg egy nagyon nagy szám. Úgyhogy amikor az a feladat, hogy egy 10 a mínusz nagyon sokadikonos valószínűséget,
Egy 10 a nagyon sokadikonos forintos kárral szorozzak, mert ugye a kockázatbecslésnek ez a lényege, hogy az előfordulás valószínűsége szorozva az ezáltal előállható kárral, akkor hogy ez most elfogadható vagy nem elfogadható, ehhez a matekunk egyszerűen nem elég jó. Ezért aztán nem nálunk, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségben kidolgoztak egy rendszert, hogy oké, mi az, amit meg kell nézni? Mi az az eljárássor, amit meg kell válaszolni, amikor egy ilyen bonyolultabb telephelyet, pontosabban egy atomerőművet telepíteni akarok. Úgyhogy ez egy jogszabályi kérdéssé vált. Ezen végig fogunk most menni, hogy hát nem az egészen, nyilván ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, ezt el lehet érni, ezek nyilvános dolgok, a PAS2 honlapján ott vannak, de én az atomerőművi telephely alkalmassági dokumentumból fogok most képeket mutatni, tehát az illusztrációimat ebből veszem, ez egy nyilvános anyag, ez le lehet tölteni, akit ez érdekel. Néhány dolgot hadd bocsássak előre. A világ összes atomerőműve, és most kb. Az 50-es évektől kezdünk működni, összesen körülbelül néhány tízezer éves üzemidőt produkált eddig, hogyha ezeket összeadom. Ebben én nem tudok arra példát mondani, hogy valahol, bárhol földrengés miatt a reaktor maga sérült volna. Tehát, hogy ez nukleáris balesetet okozott volna. Oké, mindenki tudja, hogy volt Fukushima, de Fukushimában nem a földrengés okozta a balhét. A földrengés után az erőmű simán leállt. A problémát az okozta, hogy azok a generátorok, amelyek ilyen esetben az erőműnek, a leállított erőműnek is a saját bomlási hőjét el tudják vezetni vízkeringetésével, tehát az ezt üzemeltető generátorok a tenger felüli oldalon voltak kirakva az erőműben, és az érkező cunami ezeket lemosta. Tehát a földrengés okozott egy szökőárt, erre nem készültek föl. De olyanról nem tudok, hogy valahol egy erőmű reaktora sérült volna. Tehát igazából ezt eddig az emberiség viszonylag jól kezelte, ezt a kérdést. Voltak atombalesetek, ezek általában emberi hülyeségnek a következményei. És akkor nézzük azt, hogy milyen hatása lehet, és mindjárt át is tekintjük, hogy hogy működik egy ilyen atomerőmű, milyen hatása lehet a földrengésnek. Tehát a reaktoron kívül nem csak a reaktor sérülhet, hanem sérülhet az a bonyolult csőrendszer, amely körbeveszi a reaktort, és amely elvezeti a hőt a hőcserélőkbe, meg elvezeti az ebből származó hőt, és hogy aztán energiát tudjunk rajta termelni a generátorokban. Tehát maguk ez a csőrendszer, a generátorok, ezek sérülhetnek, hiszen azért, amikor egy ilyen földrengés történik, ilyen mondjuk Magyarországon nagyon-nagyon szinte kizárt, hogy ilyen történjen, mint amit a törököknél volt ilyen erősségű. De amikor egy ilyen történik, akkor ezt úgy tessék elképzelni, hogy valami ilyen sebességgel, tehát ilyen másodpercenként 5, körülbelül ez a jellemző, ez a legdurvább, rázás megy, és ezt rázom egy percen, két percen, három percen keresztül. Na most egy bonyolult csőrendszert rázok, az neki nem jó. Tessék megnézni az Apollo 13 filmet, a holdrakéta fölbocsátása, az is körülbelül ilyen 2-3 percig rázom azokat a csöveket nagyon keményen. A reaktort magát körbeveszik mindig egy ilyen biztonsági épülettel, nevezik containmentnek. Biztonsági épület, egy héj, egy burok, betonból, vasbetonból, aminek az a célja, hogyha bármilyen okból, bármiért valami balhé van ott bent a reaktorban, akkor az ebből kiszökő esetleges sugárzó szennyezést, az bent tartsa ezen dobozon belül. Ezt úgy szokták megadni, hogy megadnak egy valamikor a keresztmetszetű csövet, hogy azt mondja, ha teljesen lezárom a konténmentet, akkor egy ekkora csövön átmehetne annyi levegő, mint amennyire az szivároghat. Ez a mondás. Jó? És itt azért egy több százszor 20-30-40-50 méteres dobozról beszélünk. Jó? Tehát ez is sérülhet, és ha ez sérül, az is egy nagyon kellemetlen dolog. Ez egy nagyon kellemetlen dilemma, amivel utána szembesül az erőmű üzemeltetője, hogy az erőmű tök jól működik, de valamiért megrepett ez a konténment, akkor üzemeltethetem-e tovább, hiszen az erőmű működik, semmi baj nincs. Na de ha van, akkor ez már nem tölti be ezt a biztonsági szerepet. És ez innentől kezdve nagyon komoly, az aktuális politikai vezetést is elővevő feladat vagy kérdés, hogy hát mit csinál azzal a helyzettel, hogy itt fölépült egy ilyen több milliárd euróba kerülő építmény, és akkor most csak azért nem működhethetem, mert nem jó ebbe belemenni. És van még egy kockázat, ez pedig az, hogy az erőművektől, pontosan a reaktortól elvárjuk, hogy tényleg függőlegesen álljon.
Na most ez elsőre kicsit furán hangzik, mert ugyan már miért? Aki tanult fizikát és tudja, hogy ez hogy működik ott belül, hogy ez az atomok hasadás hogy működik, hogy a szabályozás hogy működik, hogy a moderáció hogy működik, hát nem mindegy, hogy most elforgatom 3-4-5 fokkal. Amíg működik, addig úgy nagyon tényleg mindegy. Csak amikor szabályozó rudakat akarok beejteni vészdállás esetén, mondjuk mert jön egy földrengés, és azt mondom, hogy most akkor gyorsan le akarom állítani, megnyom a gombot, akkor az gravitációsan beejtjük oda. Na ehhez viszont nagyon szeretjük, hogyha ez tényleg függőlegesen áll, és ezért nem szeretjük azt, hogyha bármilyen okból az egész építmény mondjuk egy néhány szögmásodpercnél jobban megdől. Jó? De ezekről a kockátokról beszélünk, földrengés veszélyeztetettség címén. Ugye itt néz ki maga az erőmű, ez a szürke bigyó, ez a containment, ezen belül ugye ő itt a reaktor, a kering az úgynevezett primer kör, ő hajtja, ez nagy nyomású forró víz megy benne, majdnem 100 atmoszféra nyomással, és egyébként például a Paks-1-nek ez a kritikus üzemzavara, hogy ha a primerköri fővezeték teljes szélességében egyszer csak valamiért eltörik, és ez a nagy nyomású víz nagy hőmérsékleten ott kiszökik, akkor ez még nem, ennek a hatása még nem mehet ki a konténmenten kívülre. Tehát ez, erre van ezben. Persze ez egy nem javítható hiba, ha ez bekövetkezik, akkor onnantól azt a reaktort nem fogjuk használni, tehát ide nem szeretnénk eljutni, csak mondom, hogy vannak ilyen kritériumok. Jó, tehát ez maga a reaktor, hőcserélő, körbeveszi ez a konténment, utána az a másik kör, az a piros-kék kör, az a szekunder kör, ez még mindig egy zárt kör, és akkor ott azok a zöldek, ezek a turbinák, és ott van mögötte az a sárga, az a generátor, abból jön ki az áram, azt abból kapcsoljuk itt a lámpákat, hajtja a számítógépet, ami most előadok. És az a szürke, az pedig, ez a primer kör és a szekunder kör az zárt, és az a szürke, az pedig a hűtővíz, ami a Dunából jön, és a Dunába visszamegy. Majd mindjárt beszélünk arról is, hogy ez mennyi víz, vagy az előadás vége fele beszélünk arról, hogy ez mennyi víz. Ez kiveszem, és hát valamivel melegebben visszateszem. Ez fogja hűteni a rendszert. Jó, és amikor földrengésről van szó, akkor ezt rázom meg, és ezen belül ugye sérülhet, hát a reaktor azért olyan nagyon ne sérüljön, de legalábbis, ha mégis legalább előtte tudjam leállítani, tehát bele tudjam dobni a szabályozó rudakat, megsérülhet a csőrendszer, megsérülhet a konténment, ezeket akarjuk elkerülni, meg fogjuk látni, hogyan. És akkor most evezzünk át teljesen más vidékekre. Tehát innentől most majd, hogy nem földrajzóra jön, de legalábbis geofizika. Mi az, hogy földrengés? Ezt most megtapasztalhattuk hétfő hajnalban, hát szerencsére nem mi, de a Törökországban főleg a rengeteg szír menekült, akik ott találtak először menedékre, hát ők ezt nagyon megkapták. Az történik, hogy ott a mélyben, ahol az a piros jelzés, a hipocentrum, oda számítom ki, hogy ott szabadul föl valamennyi energia. Amikor azt mondom, hogy ez a földrengés a Richter skálán, vagy momentum magnitudó skálán 7,8-as erősségű, ez valójában arra utal, hogy én ki tudom fejezni zsúlba, hogy mennyi energia pattantott ki, megszámolom, hogy hány nulla van benne, elosztom másféle, és akkor ezzel lesz arányos az a 7,8. Ebből az következik, most elnézést, hogy ennyire gyorsan előrohantam, hogy a 7-es és a 8-as között a másfélszeresség miatt ott gyök 1000, tehát 32 a különbség. Kettő különbség, tehát két nagyságrend, mondjuk a 6-os és a 8-as között pedig 1000 az energia különbség. Jó? Ez körülbelül azt jelenti, hogy 2/10-enként duplázódik az energia. Jó, ez pattan ki ott a hipocentrumban. A hipocentrum fölött a felszínen van az epicentrum. A kettő között van a fészekmélység, ez Törökországban 15 km volt, és Magyarországon sem szokott sokkal több lenni, inkább kevesebb. Tehát Magyarországon jellemzően 10 km körül van. Világszinten ezek sekélyfészkű rengések, nincsenek nagyon mélyen. Ebből következően ott, ahol, tehát amikor pont alattunk van, akkor minket azért ez nagyon megráz, mert közel van hozzánk. De elég gyorsan elmúlik térben a hatása. Tehát odébb megyek már 20-30-40 km-re, érezni fogom, de már bajt nem csinál. Törökországban ott is csinált, mert ott nagyon nagy volt. De ott elmegyek 200 km-re, és ott már bajt nem csinál. Mitől van egy ilyen? Tessék megnézni ezt a kicsit érdekesen görbülő vonalat, oda van írva, hogy törés, és tessék megnézni a felszínen, hogy az folytatódik tovább a domborzaton is látható törés vonalként. Ez egy felület ott a mélyben,
amely mentén lényegében elmozdulnak egymás mellett a kőzetek. Valamiért az ott eltört, vagy most, vagy korábban, és felújult, és újra megmozdult. Elmozdulhatnak ezek így, tehát hogy az egyik lejtőn lecsúszik az egyik a másikhoz képest, elmozdulhatnak úgy, hogy ezek össze vannak nyomva, akkor föltolódik egyik a másikra, és elmozdulhatnak így egymás mellett is, illetve ezeknek bármiféle tetszőleg estérbe lineáris kombináció is elképzelhető. Ami még érdekes itt, hogy bent a földben térhullámok terjednek, S hullám, P hullám, kell mondani, nyomás hullám, nyíró hullám. Jó? És ennek ugye a gömb, ahogy távolodok a hipocentrumtól, a sugárnak a melyik hatványával? Tehát a második hatványával arányos a felülete. De amikor jönnek a felületi hullámmegoldások, ezek már az epicentrum körüli körök, ezek a sugárral, a sugárnak az első hatványával arányosan oszlik meg az energia, tehát ezek fogják közvetíteni igazából az energiát. Ezek a felületi hullámok. Amikor bekerül egy földrengés a hírekbe, akkor ezek a felületi hullámok csinálták. És még annyit, hogy egy földrengésnek az energiája az egy szám, tehát azt most Gaziantepben 7,8, viszont az intenzitása, az, hogy mit okoz, ez helyről helyre változik. Körülbelül az epicentrumnál lesz maximum, itt volt a intenzitás olyan 9, kicsit több a 12-es skálán, ugye a magnetoskálának nincs felső határa, ez energiaskála, de ennek van. És ahogy megyek messzebb, tehát mit tudom, hogy kiérek a tengerpartra, ott már csak 7 és feles, elmegyek Adanába, ott már csak 6-os, tehát hogy távolodok, akkor ez csökken és csökken. És bocsánat, itt az előbb még mutattam a domborzaton, hogy ennek esetleg nem minden esetben, messze nem minden esetben megjelenhet a domborzatban ez a hatás, és akkor itt most szeretnénk mutatni egy olyat, amikor tényleg megjelent. Ez a Szent András törésvonal Kalifornia déli részén, itt megjelenik, tehát ez jól látható, és hát amikor kipattanak a földrengések, akkor hát igen, ezek ilyenek elmozdul. Látszik is, hogy a völgyeket elvitte magával az egyik a másik irányba. Bocsánat, nem hoztam magammal ilyen képeket, de már kezdenek terjedni Törökországról, hogy az utat elvetette, 3 méteres elmozdulás történt. Hogy 3 méterre elgörbítette a sineket. Ilyeneket csinált. Jó, tehát ezek az aktív, és hát nem csak aktív, hanem és majd ennek pas szempontjából bizony lesz jelentősége, hanem ezek a felszínt is megváltoztató, a felszínen is nyomozható, a felszín alakját is befolyásoló törésvonalak. És hát ezek ugye híresek is ebből a szempontból. A Föld szeizmizitását csak fölvillantom, a lemeztektonika érdekességeibe most nem megyek bele, mert nem földrajzórán vagyunk, és elég messze kerülnénk Pakstól, de az látszik, hogy hol sűrűsödnek ezek az igen komoly rengések, és ebből a szempontból mi még viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen Magyarországon a földrengések ismertek, de azért távol vagyunk az első, de még a második ligától is. Tehát létezik ilyen, tehát ilyen mérsékelt szeizmitási területnek mondjuk Magyarországot, tehát létezik földrengés, de azért ezek a nagyok nincsenek. Talán 2 évvel ezelőtt a december 30-ai petrinyai rengést aztán többen éreztétek, mert hát én éreztem itt Budapesten. Tessék megnézni, hogyha itt a nyilat elkapom, akkor ez egy ilyen kis sárga, ez azért itt a mi térségünkben ez stopligás itt a környéken. De egyébként a világon csak a 4. kategória ezek között. És ami ennél kisebb, azt akkor se tüntetik, mert a Magyarországon kipattanó szokásos rengések, visszamenőleg meg 200-300 éve, ezek nem, nincsenek ott. Volt Komáromban egy 1764-ben, azt tudjuk, az is körülbelül ekkora volt egy ilyen kis sárga pötty, 6,4-es. És akkor jöjjünk Magyarországra, Bocsánat. Jó, illetve még mielőtt jönnék, nézzük csak meg itt a térséget. Volt ez a horvát. Itt van, itt Bukarestnél, ha megnézem, ott már egyen nagyobbak vannak. És akkor nézzük itt meg. Itt azt látjuk, hogy ez az a horvát terület, ahol nagyon sok rengés pattan ki. Itt a méret még nem is annyira látszik, mert annyira egybelógnak. És ez meg az a Kárpát-kanyar, Háromszék, Románia közepe. A Vráncsia zóna Bukarestől északra, ugye ez a másik. Most ezt nem akarom elmesélni, hogy ott mi van, mert az is egy lemeztektonilag érdekes dolog, hanem az, hogy igen, ez a Kárpát-medence szeizmizitása, ez az összes rengés, amelyről valaha valaki valamit fölírt. És a kedves kollégák, a Tóth Laci, a Zsíros Tibi, meg a Mónus Péter ezeket összegyűjtötték, és csináltak belőle egy ilyen szép adatbázist.
És így tudjuk azt nyomozni, hogy hát hol van az, ahol számíthatok a jövőben is rengésekre. Természetesen a földrengés biztonság az nem csak azon alapszik, hogy hol volt már ilyen, hanem mindjárt mutatom, hogy alapszik az máson is, de azért egy kicsit már forduljunk rá az atomerőművekre is. Tessék megnézni? Itt van Paks, és hol üzemelnek a közelben más atomerőművek? Kröskó. Ez bizony benne ott a közepében a levesnek. Ezt a petrinyei rengésnél le is kellett állítani. Illetve nem tudom, hogy le kellett volna, de leállították. Gond nélkül. Ott azért ilyen hatos intenzitás fölött voltunk. Intenzitás, megrázottság. Jó, miközben a petrinyei rengés 6,5-ös volt, ugye 7,8 a mostani török, tehát ahhoz képest egy 50-szeres energiakülönbség van a török javára. Szlovákiában 2, Mohi és Bohunice, Csehországban is 2. Jó, ebből tehát a kröskói az kifejezetten aktív szeizmikus zónában üzemel, és igazából ez a bohunicei is rajta van a Murmur-Dzsinna vonalon. Tehát azért, ha csak így első ránézésre azt mondom, hogy hoppá, ez a helyzet, akkor Paks így messziről nézve nem tűnik veszélyeztetetnek. Jó, tehát amiket majd mondani fogok, azt tessék ebbe a keretbe elhelyezni, hogy itt ez a helyzet. Svendtendorf, igen. Igen, az itt van, az is itt, ezen a vonalon. Pont itt a Svendtendorfi. Ott van 95%-os készültségben, lezsírozva mennek oda néha a hallgatók gyakorolni. Nem adták át, nem helyezték üzembe. Most ez a... Jó, hát földrengés, de mi mozgatja? Tényleg nem fogom elmondani a lemeztektonikát, hogy mi mozgatja. A lényege az, hogy a Föld belsejéből kiáramló hő, és a Föld felszíne közelében befagyott, tehát itt, mint az alatta levő kis képlékenyebb katyvaszon úszkáló jégtáblák vannak, ezek a litoszfér vagy kőzetlemezek. Ezek itt sebességek centiméter per évben, amelyek föl vannak tüntetve. Látszik, hogy a csendes óceánon ezek ilyen 6-10 centi per év, itt ugye relatíve ilyen erre mutat 2 centi per évvel, ott ez mutat 3 centi per évvel, és akkor ez meg megy a másik irányba 2 centi per évvel. Ezek halmozódtak föl, ezek a 2-3 centik, ugyanis ez a mozgás folyamatos, ha folyamatos. De ha megáll, akkor az történik, mint amikor fölhúzom az íjat. Minden évben hozzáadom ezt a feszkót. És aztán 100 évig nem pattan ki, akkor már 3 centiméter helyett 3 méternyit fölhúztam, és akkor eltörik valami, pák, kilőjük a nyilat, elmozdul, 3 méteres elmozdulás az útban, a vasútban, és hát ilyen károk, mint amit láttunk. Jó, tehát ez hajtja őt, és akkor ennek van egy helyi változata, hogy ott a Kárpát-medence környékén mi a mozgás, itt ugye a fő motor az Adriai tengert is hordozó kőzetlemeznek, az afrikai lemeznek egy ilyen kis félszigetet, tüskéjelók fölfele, az nyomul fölfele körülbelül évente egy fél centit, ehhez képest az ország keleti vége meg nem mozog, tehát itt a 2 fél centi per évvel nyomódik össze. Van, ahol folyamatos a mozgás, van, ahol például jó a hűtés, a karszvizek beáramlása miatt ott meg eléggé rigid ez a dolog, ott meg könnyebben kipattanak a földrengések. Jó? És akkor mi is tudjuk, hát itt nem lemeztektonikai jellegű határokról van szó, hanem máshonnan geológiából, szerkezetkutató és nyersanyagkutató geofizikából lehet tudni, hogy milyen mélyszerkezeti vonalak vannak. Ezek azok a vonalak, amelyekről azt gondoljuk, vagy azt gondolják a kollégáim, hogy ezek aktívak, vagy aktívak tudnak lenni, vagy aktívak voltak a közelmúltban. Földrengések kapcsolódhatnak hozzá. Most ebből megjelent egyébként pont a múlt hónapban egy sokkal updateltebb változat is, csak az nem lenne ilyen szépen látható, annyira bonyolult. A Soproni Földfizikai és Űrtudományi Kutatóközpontban készítették el a Geomegával kooperáció, meg a Földrengési Jelző Obszervatóriummal. Tehát ezek azok a vonalak, amelyek hát hordozhatnak rengéseket, ezt és azt a bizonyos pöttyözött adatbázis, tehát ezt így együtt kell kezelni, és ezekből jön létre ez az úgynevezett földrengés veszélyeztetettségi térkép, amely viszont már fizikai információkat tartalmaz, és itt álljunk meg egy pillanatra, hogy mi is ez. Oda van írva a skinskálába, hogy PGA méter per szekundum négyzet. A PGA az a peak ground acceleration, tehát ez gyorsulás, és méter per szekundum négyzetben ez rendben van. Oké, ott fölül a sarokban azt írja, hogy horizontális gyorsulás értékek 50 évre 10% meghaladás valószínűségi modell, tehát ez, ami kb. 500 évenként be fog következni felszíni gyorsulás valamilyen rengésből. Nézzük meg Budapestet.
itt, ahol vagyunk. Budapest ilyen zöldes, tehát azt mondja, hogy itt 1,3 méter per szekundum négyzet gyorsulás várható 500 éven belül, lesz olyan rengés. Hát most volt Budapestnél 56-ban, 1956 januárban, Dunaharasztinál ez egy kicsit kisebb volt. Nézzük meg, hol vannak még, mondjuk Paks az érdekes nekünk, ugye itt ez viszonylag alacsonyra jön ki, itt kevés rengés volt, hát itt a kiinduló helyzetünk az viszonylag jó. Ahol Magyarországon számíthatunk rengésekre, az a Balaton fő, tehát a Balaton keleti végét a Komárommal összekötő egyenes, vagy hát ez a sáv. Ugye itt volt a komáromi nagyrengés, három is volt Komáromba történelmileg, ami mind a három följegyzett a zsámbéki templomrom mellett, ha elmegyünk, az bizony 1763-as földrengés eredménye az összedülés, de volt 1810-ben Móron, volt már az én életemben 1985-ben, két héttel a bevonulásom előtt, katonai bevonulásom előtt Berhidán, aztán itt volt a legutolsó magyarországi igazán jól érezhető rengés 2011-ben, már Magyarországon volt az epicentruma, ez Oroszlányban. Tehát ezek itt összpontosulnak ennek. Én azt azzal kötöm őt össze, ezt a sávot, hogy itt a karsztos hidegvíz beáramlás miatt nagyon jó a hűtése a kőzeteknek, a hideg kőzet az meg hát nehezebben szeret mozogni. Van még egy ilyen kisebb, másodlagos maximum Budapest keleti-délkeleti előterében is, és minden más, ami Magyarországon van, az határon túli zónákhoz kapcsolódik, hát vagy a horvátországinak a veszélyeztető hatása figyelbe, vagy itt a Bécsen keresztül a Mur-Mürc-Zsolna vonalnak a hatása Sopronnál, ezen nincs is rajta az, igazából itt is van egy érmelléki centrum. Jó? Tehát ezek. Ez Magyarország generális földrengés veszélyszerettségi térképe. Azért, hogy mondjak ehhez számokat, tehát ez azt jelenti, hogy most a törököknél a maximális intenzitás az 9-9-nél valamivel erősebb volt. Intenzitási skálán, 12 fokozatú intenzitási skálán, és ez olyan építészeti körülmények között ezt a pusztítást okozta. A komáromi rengés, ami Magyarország területén a följegyzett legnagyobb volt, 6,5-ös magnitudó, és az intenzitása 8-as volt, tehát az gyengébb volt valamivel, mint a törökországi. Minden más az valószínűleg ennél kisebb. Tehát amit például én éreztem a Berhidai, ez ott, ahol epicentruma volt, ott olyan 7-es. A petrinjai rengés, tehát ez a 2020 decemberi, itt Horvátországnál nem véletlen, hogy elszáll a földrengés veszélyeztetettségi szám, itt ezen a vidéken, a petrinjai, az az epicentrumban a szintén 8-as. 8-as tudott. Jó. Itt már kezdünk átmenni a fizikába. Ugye itt egy földrengés biztossá tett épületet mutatok. Ez valahol Kaliforniában van. És az ember már józan paraszt észre, vagy zöldséges észre is azt mondaná, hogy hát igen, persze, hát becsomagolom, köré teszek ilyen beton akármiket, és akkor majd nyilván nem fog összedőlni, amikor elkezdem rázni. De valójában itt arról van szó, hogy ez a PGA, ez csak az egyik része a dolognak. A másik része az az, hogy van ilyen, hogy gerjesztés. És van ilyen, hogy milyen frekvenciával szeretnek ezek a felületi hullámok, amiről 12 perccel ezelőtt beszéltem, ezek érkezni. Képzeljünk magunk elé egy hintázó gyereket. Valamilyen frekvenciával ő így leng. Ha odaállok és elkezdem lökni, ha mindig akkor lököm, amikor hozzám közel ér, tehát szinkronba lököm az ő saját frekvenciájával, saját hullámhosszával, akkor gyorsul. Nagyon meglököm, előbb-utóbb leszek oda hinta. Ha nem úgy lököm, hanem össze-vissza, akkor meg fog állni. Na itt is erről van szó, hogy ha az épületet ki tudom téríteni, tehát meg tudom lökni mondjuk egy erős szélroham, ha megfújja mondjuk a moltorony tetejét, aztán elengedi, akkor is beleng, méter körül beleng. Meg lehet mérni, hogy ennek mennyi a saját frekvenciája. Most én azt nagyon nem szeretem, hogyha a földrengés ugyanezt a frekvenciát produkálja, mert akkor leszakad a hinta. Hogy is mondja a belga? De nem ám így, hogy így, hanem így, hogy ágy, ugye? Na most, ez nem jó az épületeknek, tehát itt most nem azt csinálták, hogy megerősítették, hanem azt csinálták, hogy megváltoztatták a saját frekvenciáját. És ez a játék, ez most Magyarországon is a kutatás, Budapesten is, hogy milyen
frekvenciát szeretnek előadni a felületi hullámok. Ez volt Pakson is a kutatás egy komoly része, hiszen itt nem csak azt nézték meg, hogy alkalmas-e a telephely, és kiderült, hogy igen, hanem azt is, hogy amikor majd az a kérdése jönnek a mérnökök, hogy milyen földrengésre tervezzek, milyen PGA-ra, milyen felszíni gyorsulásra tervezzek, akkor az is, az a kérdés is fölmerül, hogy ez a felszíni gyorsulás, ez melyik frekvencia tartományban mennyi, mert arra is szeretném tervezni a dobozt, amit körülvesz. Jó? Tehát ez körülbelül, amit a földrengések hátteréről itt tudni érdemes. És akkor most azt szeretném megmutatni, hogy egy geofizikus mit fogott csinálni a terepen a következő blokkban, és igazából ez lesz az előadásomnak a lényeges része, a következő, amikor ennek a végére érek, akkor már majdnem a végén vagyunk. Tehát ezeken most nem sorolom föl, mert ezeken végig fogunk futni, de lényegében megrázom a földet, tehát mesterséges földrengés hullámokat csinálok, lefúrok, előzetesen megnézem, hogy mi van ott, áramot vezetek a földbe, megnézem, mi jött vissza, a mágnességet fogok vizsgálni, és ahol érdekes, ott esetleg árkot is ások. Majd kiderül, hogy lett itt érdekes. A végeredménye egy geológiai modell, amelyik töréses szerkezeteket keres, tehát van-e itt valami aktív, van-e itt valami olyan, ami nem csak hogy aktív, de a jogszabályok értelmében esetleg kizáró, tehát a felszínt is megmozgatja. Illetve nagyon kéne tudnom a felső néhány 10 méter talaj szerkezetét, mert majd arra fogok tervezni, meg abból tudom kiszámolni, hogy a földrengésnek a felületi hullámai azok milyen frekvenciával szeretnek terjedni. Jó, geológiai térkép. Hát erről nem nagyon mesélek, oda megyek, megnézem, hogy miből van, készítek róla a térképet, ezek a felszínen vannak. Nyilván majd lefelé is fogom keresni ezeket a dolgokat. Utána, hát ez a vető térkép, ugye vető, emlékszünk a földrengésnél az elsőre, hogy hát igen, ezek a vonalak, amelyek hát akár aktívak is lehetnek, és akár még bajt is okozhatnak, ezt tudtuk róla 1990-ben. Aztán ezt tudtuk róla 2005-ben, és akkor neki esett a projekt a 2010-es éveknek a közepénél, tehát ugye a Paksról a döntés, a bővítésről, az a végleges az 2013-2014 eleje, tehát utána indult a fölmérés, tehát ez volt a kiinduló adat. És akkor mélyfúrásokat látunk, tehát azt, hogy lefúrunk, hát ez mondjuk még nem is olyan mély, mert ez olyan 100 méter mélyre megy. Mit találtunk, milyen paraméterei vannak, ugye ezek nagyon fognak kelleni azok a talajmechanikai tulajdonságokhoz, amelyek az erőműnek az alapozását megoldják, amelyek meg fogják azt támogatni, amikor a mérnök megtervezi, hogy az egyik fel a másikhoz képest hát ne süllyedjen jobban. És hát ezek a szeizmikus mérések, ezek a mesterséges földrengés hullám képzések. Ez lehet úgy, hogy kalapálom a földet, akkor nem nagyon mélyre megy, lehet robbantani, kimeltek nagy vibrátoros kocsival, és akkor szétszorok 4000, 5000, 10000 ilyen mikrofont, nevezzük ezeket geofonnak, amik hallgatják a földből visszaverődő jeleket, és a visszaverődés fontos, tehát itt elindulnak lefele a rugalmas hullámok, P hullámokról van itt szó, tehát nyomás hullámokról, és akkor Huygens és Fresnel urak közreműködésével ezek visszaverődnek és tovább mennek az egyes rétegek határán, tehát ott, ahol az úgynevezett szeizmikus impedancia, tehát a sűrűség és a terjedési sebesség az szorzata, az változás szenved, akkor visszaverődik vagy tovább megy. Ezekből tudjuk összerakni azt, hogy milyen kép van ott lenn, hol milyen réteg határok vannak. Ebből van háromdimenziós. Van olyan, hogy egy vonal mentén csinálom a gerjesztést is, meg az észlelést is. Van olyan, hogy vonal mentén csinálom, de kimegyek a vízre és húzom magam utána a geofonokat, ebben esetben hidrofonokat, és akkor legalább nem kell azzal szórakoznom, hogy most odébb veszem meg, belekalapálom meg, jó Isten, valaki elvitte, vagy lepisílte a kutya, vagy nem tudom mi, tehát a vízen egy kicsit egyszerűbb a dolog. És aztán lehet a végén, amikor valamit nagyon itt a felszín közelében találok, akkor egy kicsit oldalról fogom kalapálni azt a belerakott fémrudat, és akkor azt mondom, hogy már nem nyomás hullámot, hanem nyíró hullámokat generálok, és akkor annak a visszaverődéséből sokkal finomabb meg lehet nézni a felszín közeli részeket. Jó, hát ez a háromdimenziós szerkezet és a fúrásokból előállt a végén szerkezeti kép. Na most azért, hogy hol vagyunk, ugye? Ez a Duna, így, itt van Paks városa, és itt van a telephely. Na, annak nem örülünk, amikor egy ilyen fekete vonal ezen egy átmegy. Tehát ilyenkor azért ott a kérdések fölvetődnek, hogy oké, ezt most mutatja nekem a szeizmika, pontosan mit is találtam. Ezt meg fogjuk nézni. Jó, mert azt igaz ugyan, hogy nincsenek földrengések az elmúlt 1000 évből följegyezve ezen a területen, de ezért hát, ha találok mást.
Ez a kétdimenziós szeizmika, ez egy kicsit odébb vagyok, itt ementén a vonal mentén, így néz ki, amikor elvetem, amikor valamilyen vetőt megtaláltam a mélyben. Most egy kicsit beszéljünk a számokról, és sajnos ti elég messze ültök ahhoz, hogy lássátok, hogy el kell nekem hinnetek, hogy mi a fele van ideírva. Itt az van ideírva, az ember azt várná, hogy az van ideírva, hogy méter. De nem az van ideírva, hogy méter, hanem hogyha jobban megnézem, az van ideírva, hogy mi lesz sebességekkel, még ezt nem korrigáltam, ezek mennek valamilyen sebességgel, ezek hanghullámok. A hanghullám milyen sebességgel megy itt a levegőben? Hát ezt tudjuk 300. Oké, vízben mennyi? 1004. Jó, ott lejjebb. Mit tippelünk? Szilárdföldben. Több. Igen. Ez a szmötyi, ami az Alföldben van, meg amit Paks alatt is van, ez a, tehát amit nem kalapáccsal, hanem lapáttal lehet geologizálni, az olyan 2 km másodpercenként. Na, azt szeretjük a 2 kilométert, mert azzal könnyű számolni. Mert ezt úgy hívják ezt a számot itt, hogy TWT, two-way travel time, tehát két utas terjedési idő. Ha azt mondom, hogy az 1000 millisekundum, és az alatt ő ment a két úton 2x1000 millisekundumot, vagy 1 szekundumot, és 2 kilométert, az 2000 méter, de azt megtette egyszer le egyszer föl, tehát akkor ez 1000 méter, nagyon jó. Ha 2000 a sebesség, akkor a millisekundumos TWT-t az pontosan méterre lehet lefordítani. Jó, örülünk neki, tehát ez egy kilométer mély ez a szelvény körülbelül, és ott olyan 600-tól 800-ig van benne egy törés. És ilyenkor jönnek a geológusok, tessék? Vízszintesen mi a skála, az pedig méterben van, a innentől odáig, a másik végéig az is kb. 1800 méter. Tehát itt még csak azt sem mondhatom, hogy valamennyi torzítás azért van benne. És akkor jönnek a geológusok, meg aki szekvencia stratégiával foglalkozik, meg geológus, geofizikus, és értelmezi ezt, hogy behúzzák, hogy hol vannak ezek a vonalak, amelyek elvetődtek, és azt is értelmezik, hogy ezek mikoriak, hogy ezek melyik formációk, hogy ezek mikor történt az a deformáció, ami ezt csinálta. És most tessék figyelni, mert most van az ilyen szerkezetkutató geofizikának az egyik legfontosabb mondása. Én találhatok ilyen francot lenne a mélyben, de engem akkor, ha egy erőmű telephely biztonsága érdekel, a teteje fog érdekelni, tehát hogy kiér-e a felszínig. Miért? Mert ami ott a mélyben van, az régi. Az akkor történt, vagy azután történt nyilván, amikor ezek lerakódtak, ezek a rétegek, de utána bármikor történhetett. Ha én ott fönt találok a legtetején, akkor kell vakarjam a fejem. Addig nem. Bármilyen szép nagy is ez itt. Jó? És... ezt viszont sajnos ezek a kétdimenziós cuccok, ezek nem tudják, még a 3D sem, a legfőső 50 méterrel bajba vagyok. Ezért megyek a vízre, mert a vízi szeizmikán belátok már rögtön az iszap alá, és ezért csinálom az S-hullám szeizmikát, mert az közvetlenül a felszín közelét fogja nekem mutatni. Ugye a vízen ez a szitu. Tehát itt húzom magam után, ez mind a Balatonon van, de ez most mindegy, húzom magam után a cuccot, itt vannak a geofonok, meg a kis hajó, azon van a jelforrás, a boomer, ami jó hangja van, bum, 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 egész nap idegesít nagyon lenni mellette. És így néz ki a tektonikusan nem zavart, ott a jobb oldalt, és a tektonikusan zavart, igen, amikor ezek kijönnek itt a felszín közelébe, akkor tudom, hogy hoppá, itt a iszap alatt ott van közvetlenül valamilyen elmozdulás. Hogyha ez pont a fölött van, ami ott lent olyan szép, nagyon elmozdult, akkor vakarom a fejem, és akkor jön az, ami majd most következik, hogy mit tudok csinálni telephelybiztonsági jelentésben. Aztán ez is egy vízi szeizmika, ahol a sárgával bejelölték a kedves kollégák, hogy ami valamikor egyenes volt, és ezek iszaprétek, tehát ez Duna csinálta, és valamiért meggyűrődött. Tehát valamilyen következtében, és az akár földrengés is lehet. Más oka is lehet, de akár ettől is lehet. És ilyenkor már az ember kezd egy kicsit ingományos talajon érezni magát, hogy hoppá, akkor most mit csináljon. És hát jött ez az S-hullám szeizmika, és ismét fölhívom a figyelmet, hogy majdnem ugyanolyan terjedési sebességek, mert nem teljesen az S-hullám lassabb, mint a P-hullám. Talán itt még esetleg satszon is tudnánk, hogy mennyi a differencia a nyíróhullám, szekunderhullám. Valamire a gyökkettő ugrik be itt a tezéháidból, hogy van valami köze a sebességnek, a sebesség aránynak a gyökkettőhöz. Tehát itt az van, hogy amikor látok 50-100, ennek a legalja 500-nál van, de ez lassabban megy, jó? Tehát ez kisebb mélység. És itt azt látom, hogy hát igen, ebbe is vannak mindenféle érdekes vonalak.
Olyannyira, hogy utána a kedves kollégák ki is találták, hogy ássunk már, nézzük meg. Jó, ezt majd a végére. Akkor vannak elektromos mérések. Az elektromos mérések során fogok egy csomó elektródát, leverem itt a földbe egy vonal mentén, és elkezdek belevezetni, mondjuk két szélsőbe vezetek áramot, a két középső, nézem, milyen feszültség jön létre. Aztán utána máshol vezetem be az áramot, más geometriával, megnézem, mennyi a feszültség. Megint máshogy. Mindig máshogy építem fel az áramteret, és abból kiszaszerolom ezt. Ott fölül van, ez két pár. A felső mindenhol, ahol ilyen színskála van, az a geofizikai inverzió eredménye, és utána jött a geológus, és megértelmezte nekem, hogy mit találtam. Hogy találtam valami olyan cuccot, amiben ilyen homok, meg agyag, meg alatta valami keményebb vacak ott van. Tessék, ez az. Aztán itt a másik, ez ugyanez. És még valami régi medernyomot is sikerült megtalálni. Ezek, igazából itt nem földrengés kockázatra lövünk, hanem talajszerkezetre lövünk, arra lövünk, hogy a mérnököknek tudjuk produkálni, hogy gyerekek, erre tervezetek, ez van ott lent, ilyen mélyben, ilyen mélyen vannak a váltások. Van esetleg valami ferde réteg, amikor figyelni kell arra, hogy hát itt most ezért enszer 1 millió tonnát fogok rápakolni erőmű formájában erre a területre, akkor nem mindegy, hogy azt hogy veszi föl azt a terhelést. Milyen hosszú viszintesen? Ez? Hát ezek olyan 3-400 méter hosszúak, ezek a vackok. Igen. Sőt, ez talán még 700 is, mert ezt kettőt összekapcsoltak. Igen. Tehát körülbelül ilyen, ez egy kicsit nagyobb, mint az erőmű épület lesz majd. Mágneses totáltér. Hát erről éppen legyen elég csak annyi, hogy ha van lent vastartalmú kőzet, vulkanit, akkor ez meg fogja nekem mutatni. De ezt most tényleg ugorjuk át, mert nagyon nem kell tudnom most róla ahhoz, ami következik, és aztán ebből ki lehet rakni, hogy hát igen, milyen érdekes, hogy ahol vannak itt ebben vonalak. Ha ezek egybeesnek, a szeizmikával is észrevett vonalakkal, akkor talán indikáció, hogy ez tényleg ugyanaz. És akkor jött az árok. Ugye ez a, amit találtunk, vagy nem én találtam, ezt a Geomega találta, itt a sárga vonal, PA21-es, mint S hullám, itt, ezen belül valahol, ugye ez a szelvény, és ez az értelmezése, itt vagyok, itt, és kitalálták, hogy na, akkor itt egy kutatóárkot kéne nyomni. Megvan ez. És ezért tessék nézni itt a mélységet? Tehát indulunk 100 méter tengerszint fölöttől, és megyek le, hát mondjuk ez egy 100 méteres mondjuk esetleg, itt árkoljunk bele. És akkor ott van. Valami ilyesmi. Nem nagyon látszik, mert itt egy 10 centi. És ahol ezek elmozdultak, itt egyik a másikhoz képest, tehát ennyi elmozdulást sikerült találni. Na de az a baj, hogy ez 2 méter mélyen. Tehát ez kijött a felszínre, ennyi elmozdulást okozott, míg a korát hadd mondjam, 18-20 ezer év. 18-20 ezer év alatt összehoz ennyit. Veszélyes? Szerintem nem. De ezen már lehet vitatkozni. Szerintem nem veszélyes. Tehát nem, hogy mondjam, nem földrengés problémát okoz, hanem geotechnikai problémát okoz, ha nem figyelek rá. Ha tudom, hogy ott van és figyelek rá, akkor kezelni tudom. Vagy el tudom kerülni azzal, hogy egy kicsit máshogy fogom elhelyezni az épületet. Jó? De ezt sikerült megtalálni, ez is benne van a jelentésben, aki akarja nyilvánosan a Paks 2 honlapjáról tessék szíves letölteni. Jó, ez pedig a teljes kép, ami összejött, és ezen belül ez, amit találtunk, ez ennek a vonalnak, most már nevezzük Dunaszentgyörgy harta vonalnak, ennek egy része, hogy az itt, igen, a telephelynek a nyugati előterében itt megvan, a 3D szeizmika megmutatja, hogy ez tényleg ott van kicsit mélyebben, és a vízi szeizmika is hozta már 1990-es években, hogy igen, itt vannak ezek, tehát ezeket összekötöm, akkor ez bizony nekem nem jó helyre megy. Geotechnikailag biztos, hogy nem jó helyre megy. Itt van ugyanez most már térképi formában. És akkor itt a lényeg a kettő között, tessék nézni, itt még csak a vonalak vannak rárajzolva, és azt, hogy milyen mélyen vannak a keményebb kőzetek, de ez most minket ebből a szempontból annyira nem érdekel. Az érdekel minket, hogy ezek a szép pirosra behúzott vonalak, ezek okoznak-e, és tessék visszagondolni a legelső képei megyikére, a kaliforniai törésre, felszínen is észrevehető domborzatban manifesztálódó változást.
Ez a dombozai térkép, amire elvetítettem, ilyet nem okoznak. Ilyet nem okoznak. Itt vannak a közelben, a felszín közelében vannak, egy 2 méter mélyen van. Az azt jelenti, hogy aktív, az a vető aktív, de a felszínen is látható elmozdulást nem eredményez. És itt ez innentől kezdve egy baromi érdekes jogi probléma, mert a magyar jog a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásával összhangban azt mondja, hogy nem az a kizáró, hogy aktív vető van a telephelyen, vagy a telephely környékén, hanem úgynevezett kapabilis vető van, ami azt jelenti, hogy aktív és képes-e felszíni elmozdulást okozni. Tehát amikor erről bármi vitát olvastok, láttok, akkor a vita ezen megy, hogy ez 20 év alatt ennyi, ami a felszínen nem látszik, tehát ezt úgy kellett ilyen bonyolult eszközökkel megtalálni, hogy igen, ott van, az aktívnak aktív, ezt mindenki elfogadja, kapabilis-e. És azt mondja ez a jelentés, hogy hát gyerekek, hát a kapabilis az, ami ott van Kaliforniában, vagy hát jó azért, bocsánat, elfogadok kisebbet is, de ez a felszínen nem látszik, ezért én egy évet küzdöttem, hogy megtaláljam, meg lett, de a felszínen nem látszik. Jó? Tehát ez a végeredmény ennek. Erre mondtam az elején, hogy ez egy jogi döntés ezek után. Tehát itt mondom, hogy jogi végeredmény, leegyszerűsítve, hogy felszíndeformáció nincs, felszínközeli elmozdulás van, ez aktív, felszíndeformáció nincs, tehát ez nem kapabilis ez a vető, jogilag a telephely alkalmas. Így aztán az, hogy jogilag kizárni nem lehet, azt már rögtön az elején néztük a földrengés térképből, hogy ennél azért veszélyesebb helyeken üzemelnek itt a környéken erőművek, tehát egy ránézésre azért annyira nem gáz ez, de persze az ember nem szívesen mond ilyet, hogy aztán majd bekövetkezzen mégis valami balhé, és akkor azt mondják el, mit beszéltél te itt hülyeségeket. A következő kérdés viszont a műszakilag kezelhető, de költségérzékeny kockázat. Ugye geotechnikai kockázat, hogy itt van ez a kis elmozdulást okozó aktív, de nem kapabilis vető, és ez lefut a telephely alatt. Tehát én ezt tudom, hogy ott megy alatt, mindjárt meg is mutatom, hogy hol. És ez azt eredményezheti, hogy a két oldalán egy kicsit máshogy veszi fel az erőmű terhelését, ez megépítés után a talaj, az altalaj. És ebben az esetben földrengés nélkül is problémát okozhat ez. Ez a baj vele. Tehát ez nem szeizmológiai kockázat, ez egy geotechnikai kockázat. Ez kezelhető. A mérnökök ezt pontosan tudják, mit kell vele csinálni. Csak lehet, hogy drágább a buli, mint azt mondani, hogy 300 méterrel északra, ha kiárkoltam és ott nem találtam ilyen vetőre utaló jelet, már pedig úgy azt súgja nekünk a geofizika, hogy ott nem lesz. Hát eltolom az egészet 300 méterre északra, akkor ezt a kockázatot lehet, hogy elkerülöm, és lehet, hogy olcsóbb azt csinálni, és ezért lebontani egy üzemi épületet, vagy egy irodai épületet, de nem kell nagyon sokkal több pénzt abba költeni, hogy egy ilyen körülmények között sem törhet el az alaplemez, ilyen körülmények között sem repethet meg a konténment. Ugye erre figyelünk, hogy ne legyen ilyen probléma. Jó, hol van ez? Tehát ugye itt van a telephely, nézzük csak meg, ez a Paks 1, ez a generátorház, itt vannak a reaktorblokkok, 2, ugye itt van ez a PA21-es, itt találtuk meg, ahogy találták meg a kollégák itt ezt a aktív, de nagyon kicsi elmozdulást. Ennek a folytatása itt megvan a Dunán, ezt hogyha összekötöm, hát nem tudom pontosan, hogy kell összekötni, tehát érdemes lenni egy folytatólagos árkokkal ezt megnézni, de ugye pontosan ide jönne a kettes telephely. Tehát bemegy alá. És akkor ismétlem, érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy ez most próbáljam rátenni, és akkor kezeljem geotechnikailag, kerül, amibe kerül, vagy pedig engedek inkább 300 méter északra, és akkor kicsit békésebb a világ. Ráadásul, amikor azt mondom, hogy billenés, mint lehetséges kockázat, ugye erről meséltem, hogy ha nagyon megbillentem, akkor a beejtés majd a szabályzórúd, a gravitációs beejtése esetleg nem fog működni. Ja. Na most ott van ám a Paks 1 is. Most, amikor építem a Paks 2-t, akkor olyan technikát kell alkalmazzak, hogy a talajvíztükröt ne bontsam meg, ne billentsem meg, ne kezdjek el talajvizet kiemelni az építési gödörből, mert ott van 300 méterre Paks 1, a 4-es blokk, és hogyha itt
3 méterrel lejjebb hozom a talajvizet, mint ott 500 méterrel odébb, akkor ez a billenés ez már sajnos nem szög másodpercekre, szög percekben, hanem fokokban mérhető, és hogyha ez emiatt megbillen egy működő, meglevő erőmű, amit már réges-régen kifizettünk, és tulajdonképpen minimális költségen adja nekünk a nagyon sok áramot, az nekünk nem jó. Tehát erre is figyelni kell. Ebből a szempontból is lehet, hogy érdekesebb, hogyha az egészet eltoljuk 300 méterre északra, miután ellenőriztük, hogy tényleg ez a vető ez arra megy, amerre. Hidrológiai kockázatok, és akkor ez a vége most már így mindenki kicsit fölélegezhet. Ez is még egy dia. Tehát a hidrológiai kockázatoknál a hidrológus kollégák, tehát főleg a Műszaki Egyetem vizes tanszéke, vízépítési, vízgazdálkodási tanszéke azt számolta, hogy 100 000 évre milyen kockázatot jelent az extrém nagy, meg az extrém kis víz. Tehát, hogy nagyon sok víz jön, meg nagyon kevés víz jön. Én ezeket hadd ne meséljem el. Nagyságrendileg azt kell tudni, hogy a Duna Budapestnél 1800-2000 köbméter vizet hoz másodpercenként. Jó, tehát minden más, amiben jön, az ehhez képest lesz érdekes. Ha extrém alacsony a Duna vízállása, az nekünk ugye hűtés szempontjából nem jó, az ugye 1000 köbméter per szekundum alá tud menni a legkisebb víznél, miközben, és ezeket a számokat jegyezzük meg, most a Paks 1-es, a 4 blokk, az másodpercenként 108 köbméter vizet kér. Kiveszik, fölmelegítik, ugye, kihozzák a hőt, a fölösleges hőt az erőműből, és visszaadják a Dunának. És egy ilyen melegvíz csóvaként ez távozik. Na most az a mondás, hogy 30 fok fölé, mint tudom, hány méteren belül, 500 méteren belül nem mehet a hőmérséklet, átlag hőmérséklet, tehát valami keresztmetszeten a mért hőmérsékletek átlaga felszínen, mélyben, minden nem mehet 30 fok fölé. Amikor eddig az Duna legkisebb vízállása volt, ez egy október-novemberi esemény volt, amikor nagyon szépen kilátszott itt a Dunán az Inségkő pár évvel ezelőtt. Szerencsére október-novemberben volt, mert az 5-10 fokos Dunán nem érdekes az, hogy most 1000 alatt vagyunk, és kiveszek belőle 100-at, és fölmelegítem 5 fokkal, nem számít. Nem fogom elérni ezt a 30 fokot sehogy se. Viszont 2021 nyarán nem értük el tehát fölötte maradtunk az 1000 köbméter per szekundumnak 2021 nyarán, de annyira megmelegedett a csóván a visszaeresztett víz, hogy vissza kellett korlátozni az erőmű teljesítményét. Tehát emiatt, hogy ne legyen nagyon meleg a Duna. Na most ez baj. Tehát ehhez nem kell semmiféle 100 000 éves kockázat, ez most itt volt nekünk 2 éve. Tehát ez itt van. És ehhez képest a Paks 2 még 132 köbmétert kér a folyóvizes hűtéssel. Tehát az összesen a 2, az már 240. Majdnem 240, esetleg az 1000-ből. Ez nyilvánvaló, hogy ez nyári kisvíznél, itt baj van, ez nem fog menni így. Ezért aztán az az eredeti terv, hogy Paks 1-nél, Paks 1-nél már nem nyúlok, hogy Paks 2-nél elég lenne egy másik ezzel párhuzamos folyóvizes hűtés, ez szerintem nem áll meg. Tehát itt biztos, hogy minimum hőcserélőben, de lehet, hogy hűtőtoronyban gondolkodni kell. Ha hűtőtornyot építünk, akkor mondjuk 50 ad annyi vizet, mint amennyi a folyóvizes átfolyó hűtéssel el kell használni, annyit kiveszünk a folyóból. Ez el is vész, mert ezt elpárologtatom, de ezzel nem terhelem a Dunát melegebb vízzel. Tehát azt, hogy elvettem 5 köbmétert másodpercenként az 1000-ből, na jó. Nyilván nem örülünk neki, de sokkal jobb, mint hogyha ugyanazt visszadobjuk, vagy sokkal többet visszanyomunk melegen. Jó, még mielőtt valakinek eszébe jut, hogy duzzasztunk vizet, és akkor építsünk egy vízduzzasztót, és akkor majd az ezt megoldja. A vízduzzasztást a víz szintet oldja meg, de ezzel nincs probléma, mert ez szivattyú kérdés. Viszont, hogyha megállítom a vizet, akkor még melegebb lesz. Ugye azt nem kell magyaráznom, hogy a Balaton könnyebben fölmelegszik, mint a folyó Duna, tehát ezzel azt se oldom meg, hanem még csak rontom is a helyzetet. Úgyhogy itt nincs mese, a folyóvizes hűtés mellett más hűtésre is szükség van. Tisztelt hallgatóság, ezek voltak a kockázatok én szerintem. Én ezeket a kockázati forrásokat nyilván elmondom. Az én véleményem összefoglalva az, hogy Paksnak leginkább tehát geotechnikai kockázata van és nem szeizmikus. De hogyha bárki bármilyen vitát lát, akkor tudja, hogy ez van mögötte. Köszönöm szépen a figyelmet, hogy vannak kérdések, akkor hajrá!